az utóbbi években úgy elszabadultak az árak az ingatlanpiacon, hogy lehetetlennek tűnik lakáshoz jutni annak, aki nem kap komolyabb családi segítséget. Az elmúlt pár évben az EU országai közül Magyarországon a legnagyobb az áremelkedés ezen a területen. Durván nőtt az építkezés, a lakbér és a lakások ára is. A jövedelemhez viszonyított lakásárak szempontjából Budapest már Európa legdrágább harmadába tartozik. A számokat látva jogosan merül fel a kérdés. Miért kerül ilyen pokolian sokba az, hogy legyen tető a fejünk felett? A Telexikonban ezúttal azt járjuk körbe, mi áll az ingatlanok drágulása mögött, és ez hogyan függ össze az állami lakáspolitikával. A lakhatás alapvető szükséglet, de közben piac is. A többség csak saját használatra vesz lakást, de vannak, akiknek az ingatlan befektetést jelent. Mivel ezen a piacon nagyon sok pénz forog, a lakáshoz jutás nem csak az emberek lakhatási szükséglete, hanem a haszonszerzési logika is dominálja. És eközben még világgazdasági trendek is hatnak az ingatlan piacon. Vannak időszakok, amikor több pénzügyi befektetés irányul az ágazatba, és egyre meghatározóbbá válik a lakáspiacon a pénzpiaci logika, vagyis financializálódik. Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó időszakában is a beáramló külföldi tőke hajtotta Budapest belvárosának gyors kiépülését, de az 1970-es évek óta ismét financializációt figyelhetünk meg világszerte a gazdaságban. A biztos és magas megtérülést hozó ingatlanpiac pedig vonza a tőkét. Pénzbőség egyszerre könnyíti és nehezíti is a lakáshoz jutást. Egyrészt a bankhiteleken keresztül pénz áramlik a lakáspiacra, és a bankok könnyítik a hitelfelvételt az ügyfelek számára, akik így el tudnak adósodni. Másrészt a pénzbőség és a kereslet felhajtja az árakat, így a lakások drágábbá is válnak. És ha a buborék kipukkad, ahogy azt 2008 után láttuk, abban rengetegen belebuknak, akár a hitelből szerzett lakhatásukat is elveszítve. A 2008-as válság óta világszerte szigorúbbak lettek a hitelhez jutás feltételei, de a bankok ma is rengeteg pénzt szórnak ki a megbízható adósoknak. Az embereknek lakáshitelek formájában, az építtető cégeknek pedig projekthitelezéssel. A financializációhoz a válság utáni évtizedben központi bankok is hozzájárultak az alapkamatok alacsonyan tartásával. Ennek célja a gazdaság élénkítése volt, mellékhatásként viszont sok vásárlót terelt az ingatlan piacra. Intézményi szereplők és jómódú magánszemélyek is előszeretettel vásároltak befektetésnek ingatlant. Ez pedig felhajtotta a lakásárakat. A drágulással szemben az emberek nagy része védtelen, de a lakhatás elérhetetlenné válása bármilyen rendszerben társadalmi válságot okozna. Ezért gyakorlatilag nincs olyan ország, ahol teljesen szabadjára engednék a piaci logikát a lakhatásban. Az állami szerepvállalás mértéke és mikéntje országonként és időszakonként eltérő. A II. Világháború után Európa szerte jellemzőek voltak a nagy állami lakásépítési programok. Itthon is ezekben az évtizedekben épült fel több százezer lakás. De a 70-es évek vége óta a legtöbb országban az dominál, hogy az állam a kínálat megteremtése helyett pénzt ad az embereknek a lakásszerzés megkönnyítésére. Ez a politika korszakonként más-más formát ölt. Magyarországon a rendszerváltás előtt ott volt az olcsó OTP-s lakáshitel, majd jött a támogatott lakástakarékpénztár, a szocpol, az olcsó devizahitelek, a Fidesz kormányok ideje alatt pedig a gyerekvállaláshoz kötött állami segítség. A csok, a gyerekeseknek igényelhető felújítási támogatás, a babaváró hitel. Az persze jól hangzik, hogy az állam pénzzel segíti a családokat a lakáshoz jutásban, de több hátulütője is van ezeknek a programoknak. Egyrészt nem a leginkább rászorulók lakhatását segíti, csak a középosztályét. Másrészt olyankor nyújtja az állam a legtöbb támogatást, amikor a gazdaság és a lakáspiac amúgy is pörög. Ez a fajta beavatkozás pedig csak tovább erősíti az ingatlan piac hullámzását. És végül, mivel az eladók és az építők is számolnak azzal, hogy a vevőknek több pénzük van, megemelik az áraikat. Így az állami segítség, vagyis a közpénz nagyja végül vállalkozóknál, ingatlan tulajdonosoknál és a hitelező bankoknál csapódik le. Hatalmas összegről, évente több százmilliárd forintról van szó. Ez a mellékhatás a támogatott csoportoknak sem előnyös, és pláne borzasztó rossz azoknak, akik kiszorulnak ebből a körből, miközben az árak számukra is emelkednek. De a modell mennyiségi szempontból is rosszul teljesít, hiszen túl kevés lakás épül. A hazai lakásépítés a 70-es években volt a csúcson, azóta jóval alacsonyabb szinten áll, és az épülő mennyiség erősen ingadozik. Ez sem a vásárlóknak, sem az építőipari szereplőknek nem jó. Pedig az építőipar ma is képes lenne sokkal több új lakást létrehozni, de helyett az állam által megrendelt nagy beruházások kötötték le a kapacitásait az elmúlt évtizedben.
Ez a fajta lakáspolitika ráadásul mindig csak egy adott gazdasági környezetben életképes, és a körülmények megváltozásával instabillá válik. Emiatt pukkadt ki a rendszerváltáskor a 3%-on kamatozó OTP lakáshitelek lufia. Emiatt következett be a devizahitelesek katasztrófája, és emiatt van most veszélyben a NER ingatlanpiaci modellje is. Ez a modell az új lakásoknál leegyszerűsítve úgy állt össze, hogy a politikailag jól fekvő és pénzügyileg stabil építési vállalatok megszerezhették a beruházásaikhoz a megfelelő telkeket. A támogatott hiteleket és piaci kölcsönöket nyújtó, magyar tulajdonba vett bankok tőkét biztosítottak a beruházóknak és a vevőknek egyaránt. A támogatásokkal kitömött középosztály pedig megteremtette a keresletet a lakásokra. A folyamat során sok cég szép haszonra tett szert, miközben a kedvezményezett rétegtől szavazói lojalitást remélhetett a kormány. A válságban azonban most egyszerre hullik ki a rendszer több építőeleme. Az elszállt építőipari költségek megeszik a vállalkozók nyereségét, a kamatemelések a hitelfelvételi hajlandóságot rontják, a támogatott hitelek pedig egyre nagyobb terhet jelentenek az állami költségvetésnek. A lakhatás támogatásának kiépült modellje tehát ingatag és nem is túl sikeres. De mi lehetne ennek alternatívája? Lakáspolitikai szakértők szerint a megoldás a kínálat oldali beavatkozás, ami a tulajdonhoz jutás pénzügyi segítése helyett azzal foglalkozik, hogy legyen biztonságos lakhatása mindenkinek. Az emberközpontú lakáspolitika fontos eleme lenne, hogy minden réteg számára kínáljon megoldást, ne csak azoknak, akiknek már van lakásra fordítható kezdőtőkéjük. Optimális esetben az állami beavatkozás révén létrejön egy úgynevezett lakáslétra, amelynek fogai megugorható távolságban vannak egymástól. Aki alacsonyról indul, az is tud idővel tovább lépni. Az állam egy ilyen modellben nem feltétlenül a saját tulajdonhoz segít hozzá, így például bérlakásrendszer tart fenn. De a kínálat oldali beavatkozáshoz tartozhatnak az állami építkezések vagy olyan intézmények létrehozása is, mint az önkormányzati és civil lakásügynökségek, lakásszövetkezetek. Bécsben például 220 ezer, a budapestinél ötször több lakás van a város tulajdonában. Ezért tartozhat az osztrák főváros a legmegfizethetőbb lakhatással rendelkező európai városok közé. Magyarországon azonban egyelőre alig mutatkozik jele a kínálat oldali lakáspolitikának. Van arra remény, hogy ilyen körülmények között újra megfizethetővé váljon a lakhatás, csökkenjenek az ingatlan és albérletárak? Erre általánosságban nehéz válaszolni. A jegybank elemzései szerint az utóbbi pár évben már nem feltétlen volt megalapozott a drágulás a piacon. A most következő időszakban pedig gazdasági válságra, romló életszínvonalra lehet számítani. Ezek alapján következhetne árcsökkenés, de közben igaz az is, hogy régiós viszonylatban a magyar négyzetméter árak még mindig alacsonynak számítanak. Ehhez a forintromlás is hozzáteszi a magáét. A külföldi befektetőknek egyre jobban megéri forintban árult lakásokat venni befektetésnek, így ők is felhajtják a magyar ingatlanok iránti keresletet. Eközben az ingatlanpiac pedig egyre inkább szétszakadt területi szinten. Míg Budapesten és az egyetemi városokban soha nem látott összegért kapkodják el a lakásokat, az elmaradott térségekben pár millió forintért is alig lehet eladni egy házat. Általános és érdemi mértékű árcsökkenéssel szakértők szerint így nem érdemes spekulálni. Az már valószínűbb, hogy egy gazdasági válság megtöri a mostani pörgést, sokkal kevesebb üzlet köttetik majd az ingatlan piacon, és nehezebb lesz megválni a lakásoktól. Ez járhat azzal, hogy a vevőknek nagyobb tere marad az alkura. Olyan áresésre viszont, mint amit a 2010-es évek elején láthattunk, alig ha van kilátás. Így a saját lakás sokak számára továbbra is csak álom marad.